kezdjük, tegyük le. Én. Sziasztok, itt vagyunk Debrecen határában, Ebesnél, ugye? Debrecen és Ebes között. Igen. Egy félpályás útlezáráson, a debreceni tüntetésen túl vagyunk. Ott is nagyon szép számmal összegyújt az ellenzék, és elsétáltunk egy jó hosszú menetbe Debrecenbe, és ott a tévénél voltak beszédek, most pedig kijöttünk az egyik útlezárásra, ami itt van a megyében. Több mint 50 autó van, a szolidaritás mozgalom és a MSZP, DK szakszervezetek részéről rengetegen vagyunk itt, és hát itt van ez a dolog. Itt folytatódik az január 19-i tüntetés. Káposznyák Istvánnal vagyunk itt, ő a debreceni szolidaritás mozgalomnak a vezetője, hát az, hogy alelnöke is. Istvánkám, mondjál pár szót. Köszönöm szépen, tulajdonképpen mindent elmondtásáddal. Hát ilyenek ezek a politikusok. A megyében 3 útlezárás van, ami fontos, hogy nagyon pozitív a fogadtatás, az emberek üdvözlik ezt a megmozdulást, mert ők is itt lennének, egyetértenek teljes mértékben a céllal, utálják az Orbán kormányt, rendszert akarnak váltani, látják, hogy ez a kormány az akadály annak, hogy a dolgozó embereknek jobb lehessen ebben az országban. Köszönjük, sziasztok!